Munkában a fiatalok. A Europe Direct információs hálózat három társszervezettel karöltve rendezte meg For For Europe című versenyét, amelyre országszerte 332 csapat jelentkezett. Közülük Győrbe a régió legjobbjai jöttek el, Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyéből, illetve a felvidéki Nagymegyerről. Én azt gondoljuk, hogy ez a korosztály, általában 16-18 éves korosztályról beszélünk, akik jellemzően jelentkeznek és részt vesznek nagy sikerrel a versenyen. Érdeklődnek az EU iránt, és az ő érdeklődéseket föl lehet még kelteni. 2008-ban indítottuk ezt az országos középiskolás versenyt, melynek ugye a középpontjában az Európai Unió áll, és hát a célja az, hogy a diákok minél jobban megismerkedjenek az Európai Unióval, annak a tagországaival, magával a történetével és a szabályozásával. Persze mindezt játékos feladatokon keresztül sajátíthatják el a diákok. A regionális döntőbe jutott fiatalokra többféle feladat várt. Egyebek mellett kitöltöttek egy európai uniós tesztet, összeállították egy iskolai kulturális nap programját, illetve rádióreklámot készítettek. A felkészülésre 20 percük volt a csapatoknak, a reklám előadására azonban már csak 40 másodperc jutott. Elmúltál 17, de még nem vagy 30, és Magyarország lakcímmel rendelkezel, jelentkezz! A küldő szervezetek által lehet önkéntes, amely vagy lakóhelyet közelében lévő LBS szervezet, vagy megkőzel egy civil szervezetet, hogy akreditálja magát. A regionális döntők győztesei decemberben az országos döntőben mérik összetudásukat. A győztes csapat díja egy strasbourgi utazás lesz, a második helyezett pedig Prágába juthat el.